Mai adásunkból megtudhatják, hogy miért is fontos már gyerekkorban a biztonságos közlekedésre nevelés. Eláruljuk, hogyan is vélekedik egy szakértő a vezetési morálunkról, megmutatjuk, melyek a leggyakrabban előforduló szabálytalanságok az autópályákon, és jó tanácsokkal látjuk el a vízparton nyaralókat is. Az idén indult Életúton program második lépéseként az állami szereplők után a civil szervezetek képviselői is elkötelezték magukat a közlekedésre nevelés egységes rendszerű szemlélete mellett. Az állami szektor mellett a civil szektor bevonás rendkívül nagy jelentőségű a közlekedésbiztonsági akcióprogramokba, mert nagyon sok olyan kompetencia, ami az állami szektorban hiányzik, vagy csak hiányos, az a civil szektorban megvan. Az Életúton program csatlakozó civil szervezetek mindegyike vállalta azt, hogy a közlekedésbiztonsági tevékenységüket összehangoltan fogják végezni, aminek azért van nagyon nagy jelentőség, hogy ezek a külön-külön is jó hatások együttesen összeadódva még nagyobb hatást fejtenek ki. Egy ismert pszichológiai tény az, hogyha egy ember valaminek a létrehozásában tevékenyen részt vesz, akkor annak a fenntartását is így fogja végezni. Ezért fontos az ő csatlakozásuk, ha magukénak érzik a civil szervezetek, a civil szervezeten keresztül az emberek, a családok ezt az Életúton programot, akkor ez a program ez hosszú távon fent fog maradni, és azt remélem, hogy fel fog nőni egy olyan generáció, akinek a biztonságos közlekedés az életének már egy természetes része. Azt gondoljuk, hogy már az óvodáskorban elkezdenénk közlekedésre nevelést, magyarul a későbbi 18 éves kor utáni jogosítvány megszerzése megalapoznánk az óvodáskortól a közlekedésre neveléssel. Eljutunk körülbelül az 5. általános iskoláig, ameddig alapvető kresszismeretek oktatása lenne, 5. általános iskolától pedig bejönnének a legmodernebb, korszerű e-learninges távoktatási módszerek, amik egy valós élményt adnak, és ha az élet számos területén beváltak már, az a tapasztalat, ahol ezt próbaképpen elindítottuk, hogy a gyermek számon kéri a szülőn az Életúton programban a közlekedésre nevelési órákon hallottakat. Ha a család nem mutatja meg, hogy is kell közlekedni, akkor az iskolai időben erre szánt óramennyiség az önmagában nem lesz elegendő. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy egy gyermek másként lát, másként hall, másként érez, mint egy felnőtt. Ő nem tudja megbecsülni, hogy mekkora egy autónak a fékútja, mennyivel megy az az autó. Ő azt tudja, amit megtanítunk neki, hogy ha zöld a lámpa, akkor átkelhet, nézzen körül, stb. Illetve a biztonságos kerékpáros közlekedés alapjait. Én nagyon szeretném, hogyha ez a családok szintjéig lemenne ez a program. A közlekedésre nevelés fontosságát a magyarországi közlekedési morál javítása is indokolja. Bár a baleseti statisztikák az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatnak, az európai átlaghoz képest van még mit tanulnunk a közlekedési kultúráról. A közlekedési morál a rendszerváltás után az rendkívül mély pontot ért el, de azt gondolom, hogy az utóbbi egy évnek az erőfeszítései mindenképpen meghozták már a gyümölcsét, hiszen ma már az, hogy egy autópálya leállósában nem kerékpározunk, nem gyalogolunk, nem állunk meg ablakmosó tartályt feltölteni, vagy csak valamit kivenni a csomagtartóból, azért ezek a problémák ezek kezdenek megszűnni. Az elmúlt egy évben nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az emberi tényezőre. Elmentünk oda, ahol az emberekhez közvetlenül szólhatunk. Az az érdekes, hogy a motorosoknak is az érdek, és az autósoknak is az érdeke egybevág, és amikor ezt fölismerik, hogy nincsenek autósok, motorosok, kerékpárosok, közlekedők vannak, és hogyha minél több autós ül át kerékpárra, legalábbis időnként vagy hétvégén, és utána visszajön az autójába, ő maga is fogja érezni azt, hogy milyen a kerékpárom. Korábbi adásunkban már beszéltünk az autóvezetők továbbképzésének fontosságáról. A kikerülő manőver után ezúttal a szlalom gyakorlatot mutatjuk be. Ezekkel a technikákkal könnyebben elkerülhetők a közúti forgalomban előforduló veszélyhelyzetek. A jogosítvány megszerzése önmagában csak arra ad lehetőséget, hogy kimenjünk a forgalomba,
Én minden esetben el szoktam mondani a gépjármű vezetőknek, mikor levizsgáznak, hogy ezzel azt a jogot nyerte meg, hogy önállóan elkezdhet gyakorolni. Szlalom gyakorlatnál is két dolgot kell teljesen tisztába tenni. Az egyik az a megfelelő kormányzás, a másik az pedig a megfelelő pedálkezelés. Nagyon fontos, hogy amikor határhelyzetbe kerül az autó, akkor nem szabad durván bánni a pedálokkal és a kormánnyal sem, viszont határozottnak kell lenni, precíznek és pontosnak. Most egy olyan szlalomot fogunk végrehajtani, ami egy körülbelül 40 és 45 közötti sebességgel fog lezajlani, ahol egyenlő távolságra vannak egymástól a bóják. Ez egy bemelegítő gyakorlat, itt meg szoktuk nézni, hogy ki milyen szinten kezeli az autót, meg szoktuk nézni, hogy milyen az ülésbeállítás. Itt például egy olyan ülésbeállítás, ami jellemzően hibás, azonnal azt eredményezi, hogy nem kormányozzuk az autót, hanem kapaszkodunk a kormányba, hogy ki ne essünk az ülésből. Sok gyakorlással akár hátramenetben is teljesíthető a feladat, persze közúton ne próbálkozzunk vele. Amikor csúszáshatáron autózunk, lehet hallani a gumicsikorgást. Ez még messze nem az a helyzet, amikor egy autóval nem lehet mit kezdeni. Magát a csúszást, mint élményt meg lehet szokni, lehet kezelni, és ezzel a pánik reakciót lehet csökkenteni. Bár a statisztikák szerint az autópályákon történik kevesebb baleset más utakhoz viszonyítva, mégis igen gyakoriak a torlódások, elsősorban a szabálytalanul közlekedő autósok miatt. Ezek között is a sebességhatár túllépése az egyik legjellemzőbb. Sajnos jellemző a gyorshajtás, és különösen gyenge forgalmi időszakokban, a kisebb forgalmi autópályaszakaszokon jellemző a gyorshajtás, a nagyobb teljesítményű autókra. Vannak fixen telepített kamerák az M1-es, illetve autópályán, illetve az M0-as autóúton, ezek a nap 24 órájában működnek, ezek táblákra vannak jelezve, de azért nem, nincs mindenhol sebességmérés. Ezen kívül ugye a rendőrség, ahol mobil trafipaxokkal mér, ezek amik előfordulnak. Az autópálya forgalmát figyelő szakemberek telepített műszereik segítségével folyamatos és részletes képet kapnak az összes forgalmi helyzetről, legyen az dugó vagy baleset. Épp ezért azzal is tisztában vannak, hogy melyek a legjellemzőbb szabálysértések, amelyek nap mint nap előfordulnak a pályákon. Az egyik problémánk a cikkázás, még amikor vagy szlalomoznak az autók, tehát több autót is először hol jobbról, hol balról megpróbálva előrejutni, amikor már majdnem telítettek a forgalmi sávok, de azért még nem az, hogy beállt mindenhol és nem lehet előjönni, még kis előnyre lehet szert tenni azzal, hogy hol jobbról, hol balról előzünk, vagy akár az, hogy irányjelző nélkül kezdjük meg az előzést, ezzel nem tájékoztatjuk a mögöttünk levőket. Az autópályán történő balesetek vizsgálatakor az is nyomon követhető, hogyan változtak ezek a mutatók a különböző jogszabályváltozások hatására. Csökkent a balesetek száma mindenképpen, tehát hogyha hosszú évekre menően megnézzük a egy évbe bekövetkezett balesetek számát, akkor kimutathatók ezek a sebességszabályozásba bekövetkezett változások. Tehát kimutatható az is, amikor a sebesség megemelése került autópályák esetében 120 km/óráról 130 km/óra, itt egy negatív változás, és ugyanígy kimutatható az objektív felelősség elvének bevezetése is, amikor pedig egy pozitív változás következett be a baleseti statisztikában. A vizek nyújtotta élmények azért gyakran felettetik velünk a vízi közlekedés szabályait, de erre is vonatkozik egy miniszteri rendelet, ez a vízi közlekedés rendjéről szóló rendelet, amely előírásokat tartalmaz a vízi képzettséghez nem kötött vízi járművek használatához is. Tulajdonképpen itt a csónakokról beszélünk, a csónakok nagy családjába vannak ugye vitorlás csónakok, amelyek 6,2 méternél nem hosszabb hajótesttel rendelkeznek, és 10 négyzetméternél nem nagyobb vitorlafelületük van. Van a evezős csónak, és hát van a motorcsónak. Csónakon való közlekedésnél alapvető fontosságú, hogy
mielőtt elindulunk, és menet közben is a menetstabilitást hátrányosan befolyásoló vizet el kell távolítani a csónakból. Tehát ezzel kell nyilván kezdeni. Ezt követően ugye a vezetőnek tisztáznia kell, ha többen mennek, hogy ki tud úszni, aki nem tud, annak számára, meg 16 éven alatti gyermek számára, mentőmellényt kell minden esetben biztosítani. Nagyon fontos, hogy a mentőmellénynek megnézzük a jellemzőit, hiszen egy felnőttet nem tart meg egy gyermek mentőmellény, mert az anyagába beépített felhajtó erő az nem teszi lehetővé egy felnőttnek a víz felszínen való megtartását, és ugyanígy nagyon komoly kockázatokat rejt magába, ha gyermekre adunk felnőtt mentőmellényt, hiszen ez esetben a gyermek kicsúszhat a mentőmellényből, illetve olyan pozícióba is kerülhet, hogy fejjel lefelé a vízbe a mentőmellényt tartja, és ilyen módon éppen az ellenkezőjére fordul a mentőmellénynek a funkciója. A hajózási szabályzat írja elő egyébként, hogy mivel kell még rendelkezni a biztonsági okokból ezeknek a csónakoknak. Itt tulajdonképpen szükség van ugye egy horgonyra, vagy ahhoz hasonlatos, alkalmatos tárgyra, aztán szükség van legalább egy 10 méter hosszú kötélre, vagy láncra, amellyel megfelelő módon rögzíteni lehet a csónakot adott esetben. Éjszaka a csónakot fehér fénnyel ki kell világítani, annak érdekében, hogy a vízi közlekedés más résztvevő is észleljék a kint lévő csónakot. A műsor támogatója a Porsche Hungária Service 4 Plus programja. A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő ZRT. A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is.